Hetedik. Stark abban bízott, hogy reggelre valami ötlete támad, ám az ihlet sehogyan sem akarta megszállni. Amikor nem sokkal hét óra előtt belépett a konyhába, kyle és jason már ott találta. Ugyanazt a pólót, farmernadrágot és edzőcipőt viselték, amit előző este. Mindketten a sivár ketre néző ablak előtt ültek, az acélból és üvegből készült reggeliző asztalnál. Stark észrevette, hogy már esznek. Már megint esznek. A kartondobozos búzapehely meg a tej előttük állt az asztalon. Kyle fölnézett a tányérjából. Hiába vágott szemlékosan közönyös képet, hiába árnyékolta a tekintetét a szemüveglencséje, nem tudta leplezni a szemében bujkáló szorongást. Jó reggelt, szem! Jó reggelt! Stark odalépett a beépített kredenchez, és neki látott, hogy megfőzze a kávéját. Eszébe jutott az előző este, amikor Desdemon monakonyhájában konyhájában serénykedett. Jó reggelt! Motyogta Jason is nagyon halkan. Stark csak biccentett, és továbbra is a presszógéppel foglalatoskodott. Arra gondolt, hogy Elison talán lecsillapodott az éjjel, és egy kis szerencsével már Seattle felé tart kocsival, hogy mielőbb hazavigye a fiait. A fél testvéreimet. Hasított bele Starkba a felismerés, méghozzá olyan erővel, hogy szinte beleremegett. Csak most ébett rá, hogy ez a két fiú a vérrokona. Ne haragudj, hogy tegnap bekapcsolt miattunk a riasztó. Szólalt meg Kyle. Ha otthon Portlandben elfelejtjük magunkkal vinni a kulcsunkat, mindig az ablakon mászunk be, tette hozzá Jason. Azt hittük, hogy ugyanezzel a módszerrel ide is bejutunk. Tévedtetek. Morogta Stark, és egy csésze után nyúlt. Most haragszol ránk? kérdezte Kyle. Nem. Stark elővette egy tálkát a kredencből, és búzapelyhet öntött bele. Csak nem vártalak benneteket tegnap este. Én megmondtam Kálynak, hogy zabos leszel. Jason nagyot kortyolt a narancsléből. És azt is megmondtam neki, hogy ma reggel az első busszal hazaküldesz minket. Ezt a lehetőséget már Stark is fontolóra vette. Nem is tartotta olyan rossz ötletnek. Az is eszébe jutott, hogy talán még jobb, ha repülőre ülteti őket, azzal hamar portlembe érnek. Úgy vélte, ha rögtön reggeli után kiviszi őket a reptérre, délre már otthon is lesznek. Meddig akartatok Szietlőben maradni? kérdezte. A fiúk összenéztek. Hát csak egy ideig, felelte Kyle lesütött szemmel a búzapelyhet kanalazva. Kyle azt mondta, egész nyáron itt maradhatunk. Bögte ki Jason. Egész nyáron. Stark a testvéreire pillantott. Az egész nyarat itt akartátok tölteni? Kyle szótlanul bólintott. Azt képzeltétek, hogy Stark hirtelen elhallgatott. Tejet öntött a búza pehelyre, aztán neki dőlt a kredencnek, és enni kezdett. Szó sem lehet róla, hogy a fiúk egész nyára nára maradjanak. Egy-két napot persze itt tölthetnek, ezt ő is el tudta képzelni, de három hónapot? Képtelenség. Hiszen nem is ismeri a srácokat. Tulajdonképpen idegenek. No, igen. Idegenek, de mindhármunknak ugyanaz az ember az apja. Amióta a mama meg a papa elváltak, minden megváltozott, suttogta Kyle alig hallhatóan. A papa azt mondja, a mama meg ő elhidegültek egymástól. Szólalt meg Jason gyerekes éneklő hangon, mintha szó szerint ismételne el valamit, amit a felnőttektől hallott, de nem tudná, mit jelent. És azt is mondta, hogy mind a ketten megváltoztak, mióta összeházasodtak. Aha, Stark a búza fejhetette. Tíz éves korában ő is ugyanezt a magyarázatot kapta. – Pedig szerintem nem változtak meg – folytatta Jason éles hangon. – Ugyanúgy néznek ki, mint eddig. Kyle összeszorította a száját. – A mama azt mondja, hogy a papa megunt bennünket, meg azt is, hogy nincs benne semmi felelősségérzet, és a titkárnőjét keféli. Jason mérgesen nézett föl. – Na és? – A mama meg a pszichiáterünkkel szokott kefélni vállat vont. Dr. Titus szerint ez csak akkor volna baj, ha ő a mama pszichiátere lenne, de nem az, mert a mama doktor Leklenhez jár. Jason Starkra pillantott. Dr. Titus azt mondja, hogy a vállás a mama meg a papa problémája nem a ilyenk, de ez hülyeség. Hogyan lehetnek kizárólag az ő problémájuk? Ez olyan, mintha mi a világon se lennénk, vagy ilyesmi de a mi életünk is teljesen megváltozott, úgyhogy a vállás nem lehet kizárólag a mama meg a papa problémája. Stark nem tudott vitába szállni ennek a kielentésnek a logikájával, így aztán még egy kanál búza a szájába. Dr. Titus szerint a vállás pozitív hatással lehet az egész családra, mondta Kyle, mintha bemogolt szöveget ismételne. Azt mondja, ez minden családtagnak lehetőséget ad a fejlődésre, és arra, hogy függetlenebbé váljon. Szerinte, ha két ember állandóan veszekszik, akkor mindkettőjüknek jobb, ha elválnak. Dünnyögte Jason morcosan. És azt mondja, hogy így csökken a stressz a családban. Én csak azt nem értem, miért kell a mamának meg a papának állandóan veszekedni. Motyogta Kyle. Ha egyszerűen abba hagynák a veszekedést, akkor többé semmi problémánk nem lenne. Sok gyereknek elváltak a szülei. Jegyezte meg Stark teli szállyal. A papa is ugyanezt mondta. Bólintotta Kyle. Szerinte ez teljesen normális dolog. Én azt is hallottam dr. Titusztól, hogy az osztályunkba járó gyerekek többségének elváltak a szülei, közölte Jason, és a tányérjában lévő búzapejhet bámulta, amiből még alig evett. De ezt már én is tudtam. Csak azt nem hittem volna, hogy ez a mamával meg a papával is előfordulhat. Hát előfordult! Kiáltotta a Kyle meglepően érdes hangon, szinte rikácsolva. Dr. Titus szerint bele kell nyugodnod. Olyasmit is mondott, hogy te nem vagy hajlandó tudomásul venni a tényeket. Bocsánat, mondta Jason szinte nyűszítve és talpra ugrott. Ki kell mennem? Stark látta a fiú szemében megcsillanó könnyeket, amikor Jason a konyhából kifelé rohanva elhúzott mellette. Kyle megvárta, míg az öccse eltűnik a fürdőszobában, aztán így szólt. A terünk szerint Jason még nem tudott belenyugodni, hogy a mama meg a papa elváltak. Az ilyesmi eltalt egy ideig, dűnyög Én is azt hiszem. Stark letette a kreden szélére az üres telkát. Mi késztetett rá, hogy éppen engem keressetek meg? kérdezte. Nem tudom. Azóta gondolkoztunk rajta, mióta a papa mindenhol miatt elvitte otthonról. Ez mikor történt? Két hónapja. Felelte Kyle olyan halkan, hogy már jóformán nem is lehetett hallani. Amikor elköltözött, azt ígérte, minden héten legalább kétszer-háromszor meglátogat bennünket. Pár hétig tényleg el is jött, de aztán azt hiszem sok dolga akadt. Stark még jól emlékezett rá, hogy tíz éves korában neki is ugyanezt ígérte az apja. Hudson egy-két hónapig szorgalmasan látogatta, aztán egymás után jöttek az ürügyek, a kifogások. Most is el kell utaznom szem. A jövő héten üzletemberek érkeznek a vállalathoz. Majd máskor megyünk horgászni, kisfiam. Ezen a héten nem érekre. Ha idősebb leszel, meg fogod érteni, hogy van ez. Jason lassan visszavallagott a konyhába. Égett az arca. Nem nézett Starkra, amikor odaült az asztalhoz. Kyle megpróbált témát váltani. A papa azt mondja, te ezelőtt a kormánynak dolgoztál, és feltaláltál valamit, amivel meg lehet akadályozni, hogy a terroristák meg a hekkerek be tudjanak törni a számítógépekbe. Most már nem a kormánynak dolgozom, válaszolta a sztárk. Saját vállalatom van. Ó, Kyle egy pillanatig csalódottnak látszott, de még mindig titkoskodókkal foglalkozol? Igen. Kyle arca felderült. Otthon nekünk is van számítógépünk. Igazán? kérdezte sztárk udvariasan. A papától kaptuk. Tavaly vette, felelte Jason. Persze az iskolában már tanultuk, hogyan kell használni, de a papa arra is megtanított minket, amit a többi gyerek nem tud. Csúdaklasz dolgokat mutatott. Stark nem volt meglepve. A családban mindenki értett a gépekhez, a technikához. Hudson a szakmája szerint elektromérnök volt, és úttörő munkát végzett a repülőgépek vezérlőrendszerének korszerűsítésében. Jelenleg egy sikeres elektrotechnikai tanácsadó céget vezetett. Ugye nem engeded meg, hogy itt maradjunk? kérdezte meg végül Kyle. Édesanyátok biztosan nem akarná, hogy az egész nyarat Seattle-ben töltsétek, mondta Stark, hogy időt nyerjen. Dehogy nem, bizonygatta a buszgon Jason. Örülne, hogy pár hónapra megszabadult ülünk. Úgy is mindig azt mondja, hogy csak megnehezítjük az életét. Fogadni mennék, hogy simán rá tudnád beszélni a mamát, tette hozzá Kyle. Doktor Titus szerint óriási nyomás nehezedik szegényre. Jó tenne neki, ha nem töltenénk otthon a nyarat megcsörönt a kunyha falára szerelt telefon. Stark az elektronikus jelzőpanelre pillantott, amelyen megjelent a hívó fél telefonszáma. Nem ismerte fel a körzetszámot. Abban reménykedett, hogy pótlemből keresik. Lekapta a villáról a kagylót. – Haló, itt Stark. – Itt meg az apád. – Na hát, szem, ezer éve nem beszélgettünk egymással. A születésnapomon hívtál fel utoljára. Bukta hádzom meleg, belsonyosan zengő hangon a telefonba. Hány hónap telt el azóta? Hét. Atyaisten, az én koromban már repül az idő. Hogy ityeg a figyek, fiam? A fedő, ami a sztelk lelkemélyen fortyogó üstöt borította, a másodperc tölt részére kissé felemelkedett. Éppen csak annyira, hogy ő belepillancson és meglássa az odabent kavargó örvénylő káoszt, amit minden bizonyal gonosz boszorkányok hogyvasztottak. De elé sem volt, s a hosszú évek során kialakult szakértelemmel a helyre csapta a fedőt. Kár és Jason itt vannak, mondta az apjának monoton hangon. Igen, tudom, felelte Hudson türelmetlenül. Itt hajnali négy óra van. Épp most érkeztünk meg. Elizon már háromszor hívta fel a szállodát. Azt idegeimre megy. Úgy tesz, mintha én lennék a hibás, amiért a fiók szietlőben szöktek. És most elvárja tőlem, hogy csináljak valamit. Csinálsz? kérdezte Szárk, közben látta, hogy Kyle és Jason abba hagyja az evést. Mindketten mozdulatlanul ültek, s hiába igyekeztek úgy tenni, mintha a felnőttek beszélgetése nem érdekelné őket. Mit? kérdezte Hudson értetlenül. Valamit. A fenébe is nem igen csinálhatok semmit. Hudson mélyet sóhajtott, mintha azt akarna elhitetni, hogy sajnálkozik. Ma újról beszélek. Tegnap érkeztünk ide Jenniferrel. Mindkettőnkre ráfért egy kis kikapcsolódás. Hát persze. Tudod, hogy van ez? Ha nagy a hajtás, az ember napi 16 órát gürcöl. Éjszaka és hétvégén is. Természetesen Jenniferrel. Nem is tudom, mihez kezdtem volna nélküle, mondta Hudson. Fantasztikus teremtés. A múlt héten az ő segítségével kötöttem meg életem legnagyobb üzletét. Tartoztam neki ezzel a havai kiruccanással. És mi lesz kyle lal meg jason -nál? Hogy, hogy mi lesz? Hiszen jól vannak, nem? Stark azt kívánta, bár csak a dolgozó szobájában vette volna fel a telefont. Pontosan tudta, hogy a két gyerek a fülét hegyezi, és ez nyomasztotta. Tisztában volt vele, hogy úgy érzik, már megint a felnőttek akarnak dönteni a sorsukról, a megkérdezésük nélkül. De igen, jól vannak. Felelte az apjának. Mindjárt gondoltam. Elizon elmesélte, hogy kettesben buszoztak el Szietülbe. Sőt, ének évadján még a házadhoz is oda találtak. Hiába okos kölykök. Olyanok, mint te voltál az őkorukban. Nézd, Hudson! Tessék! Hudson hangján hallatszott, hogy valami hételen elterelte a figyelmét. Várj egy pillanatig, szem. Jennifer akar mondani valamit, de nem értem, mit beszél. Stark szorosan markolta a kagylót. A háttérben egy női hang amiatt lamentált, hogy késő van, és ideje végre lefeküdni. Hát persze, kicsim, felelte Zon folytott hangon a nőnek. Mindjárt befejezem, azonnal jövök. Hű, de jól nézel ki ebben a piros hálóinkben. Oké, okay, szem, hallgatlak, mit is akartál mondani? Arról beszélgettünk, hogy Kyle és Jason itt van nálam, seattle -ben. Aha, már emlékszem. Nem tudom, mit tanácsolhatnék neked. Elizon abban a pillanatban pszichiáterhez küldte a srácokat, amint közöltem vele, hogy el akarok válni. Szerintem teljesen teszi őket. Hudson nevetett, és az se fog használni nekik, hogy az anyjuk éppen a pszichiáterükkel vigasztalódik. De nem féltem a fiúkat. Carlis Jason is túl fogja élni. Gondolod? Nekem elhiheted. Csak egy kis időre van szükségük, ennyi az egész. Te hány éves is voltál, amikor anyád és én elváltunk? Tíz vagy tizenegy? Tíz. Mindegy. A lényeg az, hogy te is túlélted, és sikeres ember lettél. Nem igaz? De... Hát persze. Felelte Stark, miközben azokra az évekre gondolt, amikor nem találta a helyét a saját családjában. Eszébe jutott a bentlakásos iskola, a két meghiúsult esküvő, meg az egész életen át tartó magány. Igazad van. Egyik sikert aratom a másik után. Na látod? Azokat a problémákat, amelyekkel Elizon szerint a fiú küzdködnek, nem a vállás okozta? Hiába beszél az a hülye pszichiáter. Nem? Nem, hát, Jason 10 éves, Kai 12. A problémáikat az okozza, hogy mindketten kamaszodnak. Már nem kis gyerekek, de még hosszú utat kell megtenniük, hogy felnőtté váljanak. Minden bajuk ebből az átmenetből ered. Gondolod? Hát persze. Az a félnótás pszichiáter telebeszélte Elizon fejét ezzel a sok marhasággal. Jobban tenné, ha kirúgná. De most már be kell fejeznem szem, mert Jennifer vár, és egy ilyen nőt nem lehet megvárakoztatni. Mondd meg kyle és jason hogy üdvözlöm őket, jó? Itt állnak mellettem. Miért nem mondod meg nekik te? Szívesen elcsövegnék velük, de nincs rá időm. Mint már említettem, Jennifer vár. A viszlátszem. Örülök, hogy hallottam a hangodat. Jaj, várj egy pillanatig. Majdnem elfelejtettem. Megkaptam a meghívót az esküvődre. Sajnos nem értem rá ajándékot küldeni, de azért gratulálok, fiam. Ha a legközelebb sietlőben akad dolgom, majd bemutatod a feleségedet. Nem nősültem meg. A mennyasszony nem jött el az esküvőre. Micsoda! Csak nem azt akarod mondani, hogy ez is faképnél hagyott. De igen, felelte Stark. Ez van. Jézusom szem, te nem tudsz bánni a nőkkel. Rád férne néhány jó tanács. Ezt a lányt mivel riasztottad el? Megkértem, hogy kössünk házassági szerződést. Hát, öregem, nézd a dolog pozitív oldalát. Javasolta Hudson minden különösebb együttérzés nélkül. A meghiúsult esküvő sokkal olcsóbb, mint a vállás. Nekem elhiheted. Tapasztalatból tudom. Elhiszem. Oké. Vigyázz magadra, szem. Leülhetnénk egy kicsit beszélgetni a közeljövőben. Ezer éve nem láttalak. Hudson letette a kagylót, már csak a vonal búgott. Stark és kyle nézett. A két fiú némán egykedűen nézett vissza rá. A lényeg az, hogy te is túlélted, és sikeres ember lettél, nem igaz? Stark összefonkarral állt a két gyerek előtt. Ha édesanyátoknak nincs lenne kifogása, mondta óvatosan, akkor nálam tölthetitek az egész nyarat. Elisonnak természetesen nem volt kifogása ellene. Egy órával később Stark a dolgozó szobájában leült az íróasztalához és tárcsázott. Az egyetlen embert hívta fel, akiből kinézte, hogy ebben a helyzetben segíthet rajta. Elit rendezvény szervező mondta Desdemona, amint fölvette a telefont. Kellemes, meleg hangjából az új megbízásával reménykedő optimista vállalkozó lelkesedése csendült ki. Én vagyok az, Stark. Te jó ég, hiszen még csak nyolc óra. Mi történt, hogy ilyen korán telefonálsz? Gáz van. Hogy, hogy gáz van? Megérkezett a két féltestvérem. Nálam töltik az egész nyarat. Nem is tudtam, hogy féltestvéreid vannak. Most már tudod, Jason és Kyla nevük. Még gyerekek. A szüleik fél éve váltak el. Nagyon megviselte őket. Ez természetes, mondta Desdemona őszinte együttérzéssel. Nem lehet csodálkozni rajta. Minden esetre Elizon az anyjuk teljesen kikészült. Nem tud foglalkozni a fiúkkal, épp elég baja van nélkülük is. A kettő együtt kicsit sok neki. Hudson pedig hávaiban üdül a legújabb barátnőjével. Ki az a Hudson? Talán az apám. Aha. Szóval most itt állsz két fiúval, akik nála töltik az egész nyarat. Úgy néz ki. Épp az előbb beszéltem Elisonnal. Ő szíves örömest megengedi, hogy szietőben maradjanak. Azt mondja, jót fog nekik tenni a sok új élmény és tapasztalat. Szerintem sikerült beveszélnie magának, hogy ez olyan, mintha nyári táborba küldené a fiaid. A Stark táborba. Körülbelül. De legalább van egy üres vendégszobám, az is valami. Elizon megígérte, hogy elküldi a srácok ruháit. Na hát, tábori pszichológus leszel? Csak hogy én nem vagyok pszichológus, jelentette ki Stark -kumaram. Fogalmam sincs, hogyan kell bánni a gyerekekkel. Nem értek hozzájuk. Ezért mondtam, hogy gáz van. Jason tíz éves, Kai tizenkettő. Életükben először járnak Szietlőben, nem ismerik a várost. Barátaik sincsenek, és olyan programjaik sem, amelyek egész nap lekötnék őket, amíg én dolgozom. Hát akkor Isten hozta őket a kulcsos gyerekek csodálatos világában. Pontosan erről van szó. Szerintem nem lehet egész nap magukra hagyni őket. A vállás miatt rengeteg problémájuk akad. Alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Társaságra és felügyeletre volna szükségük és most azt akarod megtudni tőlem, hogyan találhatod meg azt, amiért minden dolgozó szülő kész lenne akár a lelkét is eladni, vagyis olyan megbízható embert keresel, aki napközben vigyázna a srácokna. Vonta le a következtetés Desdemona. Kyle és Jason már nem kisgyerekek. Nem kell úgy vigyázni rájuk, mint az óvodásokra. Mindössze olyas valakire van szükségük, aki rajtuk tartja a szemét, amíg én nem vagyok itthon aki elviszi őket ide-oda, és gondoskodik róla, hogy mindig legyen valami elfoglaltságuk. Ilyesmire gondolok. Stark rossz kedvűen bámult ki az ablakon. A fenébe is. Valójában sejtelmem sincs, mire van szükségük. Nyilván elment az eszem, hogy hagytam magam ebbe az őrültségre belerángatni. Ne izgulj. A legjobb helyen kopogtatsz. Igazán? Mázlid van. Desdemona mosolya átmelegítette a telefonkajlót Stark kezében. Magbet unoka bátyám épp most érkezett meg. Egész nyáron a városba marad, és alkalmi munkát keres. Már éppen be akartam fogni gombafejeket tölteni, de valami assugja, hogy szívesebben lenne gyerekcsőz. És kiféle ez a te Magbet unoka Nagy Nagyszerű ember elhiheted, felelte Mona. Kitűnő színész. Az egyik legjobb a családban, és ez nagy szó, mert a Wainwrightok -ok kivétel nélkül jó színészek. Nézd, Desdemona, nem akarlak megbáltani, de nem nagyon örülnék neki, ha valami szeszélyes színés és vigyázna és Jasonre. Nekem megbízható emberre van szükségem, aki tudja, mihez kell kezdeni két rossz paszban lévő fiúval. Semmi gond. Magbet remekül tud bánni a gyerekekkel, azon kívül teljesen megbízható. Rögtön át is küldöm hozzád. Stark a szemöldökét ráncolta. Nem tudom, jó lesz-e így. Kyle és Jason nem baba. Már mondtam, Komolyan kell venni őket. Macbeth mentornak is kiválóan alkalmas kamaszkorban lévő fiúk mellé. Ezt azért később bővebben kéne megbeszélnünk. Ne haragudj, de most nincs időm ilyesmire, közölted ez Mona. Elő kell készítenem egy díszebédet, ami egykor kezdődik. Jaj, majd elfelejtettem. Nincs kedved eljönni a születésnapi bulimra? Péntekhez egy hétre rendezzük. Stark zavarba jött, hirtelen azt se tudta, miről van szó. A születésnapi bulidra? Ismételte. Igen, aznap leszek 29 éves, nem mintha számon tartanám. Értem, köszönöm a meghívást, természetesen ott leszek. Remek, este hétkor az elittől egy soroknyira lévő étteremben, ha ez nem óna. Tudod, hol van? Oda találok. De térjünk vissza erre a magpetre. Nyugi, vedd úgy, hogy már nincs gáz. Ezt a problémát kipipálhatod. Mielőtt Stark bármit válaszolhatott volna, a lány letette a kagylót. De nekünk nincs szükségünk senkire, aki napközben vigyáz ránk, panaszolta Kyle. Otthon is mindig egyedül vagyunk, ha hazamegyünk az iskolából. Megszoktuk, nem vagyunk már kisbabák. Igen, de most nyár van, jelentette ki Stark, és körülszékében hátradőlve határozott pillantással mérte végig a két gyereket. Nem kell iskolába járnatok. Rengeteg szabad időtök lesz, és nem ismeritek ki magatokat Szietlőben. Én napközben nem tudok veletek lenni. A vállalatomat kell vezetnem. Nem fogunk eltéverni a városban, hidd el, erősködött Jason. Túl nagyok vagyunk már ahhoz, hogy gyerekcsőzt ültess a nyakunkra. Stark felvonta a szemöldökét. Ellison mindössze két órája egyezett bele, hogy Kyle és Jason Szietlőben maradjon, de a fiúknak ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy teljesen megváltozzanak. Az élet viharai elől menedéket kereső szorongó, hálás, elhagyott gyermekekből, mint egy varázsütéssel nagy szájú kis zsarnokokká alakultak át. Amíg az én házamban laktok, mondta Stark nagyon halkan, addig én szabom meg a játékszabályokat, én pedig úgy döntöttem, hogy napközben nem maradhatok egyedül. Jaj, ne legyél már ilyen szem! Mi az öcseid vagyunk, nem a gyerekeid! Kyle arca felderült. Veled mehetnénk a munkahelyedre is, ha benneteket szórakoztadlak, nem tudok dolgozni. A kettő együtt nem megy. De hát éppen erről van szó. Bennünket nem kell szórakoztatni, rikkantotta Jason füligérő szájjal. Én már körülnéztem egy kicsit a házban. Egy csomó jó cuccod van szem. Többféle számítógép, sztereó, televízió, videó, CD lejátszó. Igen, tényleg mindened van, ami kell, bollintott Kyle elismerően. Mi csak néhány új videójátékot kérünk, és nagyon jól megleszünk de ha nem akarsz nekünk videójátékokat venni, tette hozzá Jason készségesen, akkor megnézhetjük a telefonkönyvben, hol van a legközelebbi kölcsönző, és akár le is ugorhatunk. Szó sem lehet róla, jelentette ki Stark eltökélten. Nem fogjátok az egész nyarat videózással tölteni. De a videójátékok logikus érvelése és gondolkodásra tanítanak. Vágta rá könnyedén. Azon kívül a készügyességet is fejlesztik. Stark a fiúra pillantott. Ki mondta? Dr. Titus. A pszichiáterünk, felelte Kyle, aki szemmel láthatólag élvezte a helyzetet. Ő mondta a mamának, hogy a videójátékok nem ártalmasak, sőt, sokkal hasznosabbak, mint a tévé, ment az inter... inter... interaktívak? segítette ki Stark. Igen, ez az. Interaktívak. Kylon látszott, hogy imponál neki Stark tájékozottsága. És a virtuális valósággal kapcsolatos játékok a legjobbak, mert egy másik világba viszik el az embert. Egy másik világba, ahol az ember egyedül van, mint az ujjam, gondolta Stark. Tudom, válaszolta a fiúknak csöndesen. De szerintem az lenne a legjobb, ha ezen a nyáron ebben a világban maradnátok. Nagy teljesítményű motorberregése szakította félbe a vitát. Stark hallotta, hogy egy kocsi áll meg a ház előtt. – Mi ez? – kérdezte Kyle, akit már nem is érdekelt annyira a virtuális valóság. – Egy marha nagy teherautó? Vagy micsoda? – Csengettek. – Stark fölállt. – Megnézem, ki az. Elindult a folyosón, Kyle és Jason pedig utána lopódzott. Mindhárman lementek a házgerincét képező betonból és acélból készült belső lépcsőn. Stark odalent kinyitotta a két emelet magas előcsarnok ajtaját. Jól megtermett, komoly képű férfi állt előtt a lépcsőn, fekete napszemüvegben, bézborsakkában és kifakult farmeringben. Egyik erős csuklóján széles, rozsdamentes acélkarpeleszt csillogott. Deltás Málka sen vetve bőr töltényövet hordott, amelyben persze nem voltak töltények, ám ez szemernyivel sem csökkentette a lenyűgöző hatást. A férfi ehhez a szereléshez mérték után készült szürke, kígyóbőr csizmát viselt, a háta mögött a kocsi felhajtón fényes fekete, rengeteg krómmal díszített, hatalmas dzsipsz várakozott. – Azt hiszem, eltévesztette a házszámot – mondta Stark. – Maga Stark? – Igen. – Akkor jó helyen járok, Dezdemona küldött – közölte a férfi mennydörgő hangon, amely zengett akár a dzsip motorja. – Én vagyok Macbeth. – Tényleg? – Stark lassan elmosolyodott és a két öcsére pillantott. Jason, Kyle, bemutatom azt az urat, aki vigyázni fog rátok. Kyle nagyot nyelt. Tágra nyílt szemmel bámult magbetre a szemüvegén át. Az anyja! Jason csak állt, az elragadtatástól szólni sem tudott. Magbet a fiúkra nézett. Tátott szájuk, meglepett arckifejezésük visszatükröződött a napszemüvegében. Ha jól tudom, ezen a nyáron az a dolgunk, hogy jól érezzük magunkat. A dzsípre mutatott. Beszállás. Desdemona a hűtőkamra ajtajában állva gyönyörködött Vernon tét legújabb jégszobrában. Sose ment bejebb a kamrába, mint amennyire feltétlenül szükséges volt, és sose maradt bent tovább a hideg, szűk acélfülkében, csak addig, amíg berakott vagy kivett egy-egy élelmiszeres konténert. A hűtőkamra pontosan akkora volt, mint egy lift kabínja. Vernon legújabb mesterműve egy jéghattyú volt, amelynek a szárnyai között hatalmas jégtel helyezkedett el. A szobor kecses volt, és kifejezetten elegáns. A jég úgy csillogott, akár valami ritka kristály. – Ez tökéletes, Vernon! – lelkendezett Desdemona. – A fagylaltot a tálba és a jégszobrot a desszertes asztal közepére tesszük. Vernon megkönnyebbülten és kisé zavartan nézett föl, mint mindig, ha Desdemona munkáját dicsérte. – Örülök, hogy tetszik! A delfineken, amelyeket Mr. Stark legközelebbi fogadására rendelt, még dolgozom. Nem kell sietnie, bár én már alig várom, hogy láthassam őket. Egészen biztos benne, hogy nem akarja áthozni a szobrokat ide, az elit hűtő kamrájába? Vernon elpirult. Amíg el nem készülnek, inkább a barátom hűtéjében hagynám őket. Megértem, nem akarok erőszakoskodni. A szobrászok is olyanok, mint a színészek. Nem szeretik, ha munka közben nézik őket. Minden színész utálja, ha idegenek szemtelenkednek be a próbára. Azt hiszem, ez igaz, mosolyodott el Vernon. Tudja, Miss Wimbright, én tulajdonképpen nem is tekintettem magam művésznek, amíg el nem kezdtem önnek dolgozni. Azóta viszont úgy érzem, mintha valami rendkívüli lény lennék. Azért, mert maga valóban rendkívüli, Vernon. Nem is tudom, mihez kezdenék maga nélkül. Mona az órájára pillantott. Azt hiszem, jobb lesz, ha utána nézek, hogy Juliet és Bess elkészültek-e már azokkal a sajtos udakkal. Lassan be kell rakodnunk a furgomba. A poharakat csak bízza mondta Vernon, és követte a hűtőkamrából kilépő Desdemónát, majd megfordult, hogy bezárja az ajtót. Köszönöm, Vernon. Desdemona a fehér keramit kockákkal burkolt padlón lépkedett, két hosszú, rozsdamentes acélból készült kredenc között. A kredencek alsó két sorában fénydobozok sorakoztak, amelyekben különböző élelmiszereket tároltak. Desdemona most is, mint mindig, a büszke tulajdonos szemével nézett végig kis birodalmán. Minden tisztán csillogott, villogott, és mindenütt olyan rend volt, akár egy hajókonyhán. Számára az elit rendezvény szervező volt a színpad, s ő játszotta a főszerepet. Élvezte ezt a helyzetet. Besz, akinek ezüstösen fénylő őszhaját, Fehér hajháló fette, fölpillantott, amikor unoka huga belépett. Mindjárt kész a sajtos út, drágám. Juliet éppen most vette ki az utolsó tálcát a sütőből. Remek, nem vagyunk késésben. Desdemona a zsúfolt konyha másik végében serénykedő herit, és Vernon figyelte, aki épp a poharakat tartalmazó dobozokat rakták rá a kézi targoncára. A desszertes kis tányérokról se feledkezzetek meg. Kiáltott oda nekik. – Dehogy feledkezzünk meg róluk! – kiáltott vissza Harry. – Nálam van a lista, ne izgulj! – Jó, akkor most megyek és átöltözöm – mondta Desdemona. – Rögtön visszajövök. Besietett az irodájába, becsukta az ajtót és lehúzta a rolettát a konyhára lénőző ablakon. Aztán elővette a fekete-fehér smokingot, amit az elit által szervezett rendezvényeken szokott viselni. A smokingot csak úgy, mint a személyzet felszolgálásakor viselt fekete-fehér egyenruháit Desdemona anyja tervezte és készítette. Az elegáns öltözék az elit rendezvényszervező egyik védjegyévé vált. Egyszer csak kopogás nélkül kinyílt az iroda ajtaja, épp abban a pillanatban, amikor Desdemona a blúzát kezdte kigombolni. A lány megpördült és rámosolygott belépő mostohabátjára. – Tóni, hát te meg mit keresel itt? – Beszélnem kell veled, kislány. Tony hátra pillantott a válla fölött, bement az irodába, és becsukta az ajtót. Most nem érek rá beszélgetni, drágám. Egykor kezdődik a díszebéd. A fiúk épp most pakolnak be a furgomba. De ha visszajövök, megihatunk egy kávét, és elmesélheted, mi történt Hollywoodban. Tudsz nekem valami munkát adni? Desdemonának elszorult a szíve. Jaj, Tony, valami baj volt Los Angelesben? Tony az ajtóhoz támaszkodva szomorúan nézett a lányra. Csak a szokásos. Befutcsolt a produkció. A szponzorok visszaléptek, a stúdiót pedig ilyen körülmények között már nem érdekelte az egész. Azok a hülyék, akik az ügyeket intézték, bedobták a törül között. Mindennek vége Mona. Én is ettől féltem. Sajnálom, Tony. A fiatalember szája keserű mosolyra húzódott. Hát igen. Olyan ez, mint az egész életem, ugye? Ugyan ostobaság, de kitűnő színész vagy. Csak az a baj, hogy nem kapod meg a megfelelő lehetőséget. Tudom, tudom. A megfelelő lehetőség. Tony fáradt mozdulattal simított végig szép arcán. Néha már azt hiszem, sose fogom megkapni, kislány. Dehogy nem, megkapod? Jó tudni, hogy legalább te hiszel bennem. Nem csak én hiszek benned, hanem az egész család, és ezzel te is teljesen tisztában vagy, felelte a lány. Ahogy Augustus bácsi szokta mondani, a vénvrájtok -ok csak egymásra számíthatnak. Tony hanyagul vállat Nézd, nem akarok az idők végezetéig a nyakadollogni, csak átmenetileg szeretnék visszajönni az elithez. Amíg arra vártam, hogy erdőjön lesz -e valami a Los Angeles-i produkcióból, írtam egy színdarabot. Színdarabot? Igen. Pusztulás a címe. Majd beszélek jennel, hogy mutassa be a rivalda fényben. A rivalda fény bajban van. Jegyezte meg ez nem kedve. Oké, okay, arra keresnünk kell egy mentőangyalt is, aki szponzorálja a produkciót, mondta Tony, és felel kezdett jelkelni a kis irodában. Sikerülni fog. Jennek most egy remek darab kell, amivel megmentheti a színházat, és én ezüst tálcán nyújtom át neki. Csak addig van szükségem valami munkára, amíg színpadra nem állítom a pusztulást. Lehet róla szó. Dezde volna Hát Persze. Mától kezdve megint az elitnél dolgozol. Köszönöm. Tony megállt, és a lányra nézett. Ne haragudj, hogy tegnap este olyan kínos helyzetbe hoztalak a barátod előtt. Nem haragszom. Honnan tudhattam volna, hogy egy férfit hívsz meg a lakásodra? Ráadásul egy ilyen alakod. Mondd, tőle kaptad azt az állarcos maskalát meg a többi kacatot? Jaj, ne hülyéskedj! Kirsten sózta rám pár nappal ezelőtt, hála Nyilván ő is csak viccnek szánta. Hamarosan megnyitja az exotika erotikát. Én marha. Hát persze. Teljesen megfeledkeztem a hölgyeknek nyíló szexbutikról. Tony fürkésző pillantást vetett Desdemonára. És mennyire komoly a dolog közted, meg a két lábon járó számítógép között? Ne nevez két lábon járó számítógépnek! Bocsánat. Szóval mennyire komoly a dolog közted és Mr. Stark között? kérdezte Tony gúnyörös mosolyjal. Dezda Mona elpirult. Még nem tudom, Tony, de remélem lesz belőle valami. Most viszont át kell öltöznöm, és neked is ajánlom, hogy kap magadra az egyenruhát, ha tényleg nálam akarsz dolgozni. Már is mehetsz, segíthetsz Herinek és Verdonnak. Az az alak nem a te ered, jegyezte meg Tony halkan. Nem közülünk való. Ezt már mások is mondták, nyugtatta meg Dezda Nyolcadik. Te munkát adtál a mostoha bátyádnak? Stark a táncparket kellős közepén, és döbbentem mered Desdemónára. Mond, ez valami lelki kényszer nálad? Miért neked kell alkalmaznod az összes munkanélküli rokonodat? Egyik se tud a saját lábára állni. Csit, ne rendezd jelenetet! Desdemona feszengve nézett körül a zsúfolt teremben. Miért mennének máshova, ha nálam is dolgozhatnak? Az elit szervező pontosan olyan, mint bármelyik munkahely. Szerda este volt, már elmúlt tíz óra. Javában állt a művészetek és művészek támogatására rendezett bál. Az elegáns belvárosi szálloda csillogó éttermében különös, érdekes társaság tolongott. A szietli, haladó szellemű elitgazda képviselői haverkodtak itt, a megjelent szobrászokkal, festőkkel, színészekkel, zenészekkel és írókkal. Smokingok és finom szalonokban készült estei ruhák vegyültek el, szegecsekkel kivett farmernadrágokkal és bőrmellényekkel. Starknak nyilvánvalóan fogalma sem volt róla, hogy nem illik megállni a táncparket közepén. Kizárólag arra koncentrált, amit Tonyról akart mondani. Tudom, hogy ez a fickó a mostoha bátyád, de ez nem elég ok arra, hogy munkát adj neki. Ugyan, Stark, szállj le róla, hiszen családtag, csitította Desdemona különben is csak addig akarnálam dolgozni, amíg ő meg jám. nem találnak a színdarabjához. Fütyülökre, hogy családtag vagy sem. Mi az egészhez? Ezt éppen de kérdezett tőlem. Te, aki most fogadtad be egész nyára a két fél testvéredet? Hőbörgött Dezdemona, miközben teljes erővel megtaszított a sztálkvállát, hogy a férfi végre megmozduljon. Persze hiába próbálkozott. Egy tehervonattal könnyebben boldogult volna. Az más. Miért lenne más? Dezdemona már azt kívánta, bár csak meg se említette volna, hogy munkát adott Toninak. Dühös volt magára, amiért eljárt a szája, mert egészen addig mindketten remekül érezték magukat. Azért, mert kyle és Jasonnek nincs hová mennie. Morogta Stark. Toninak sincs. Jaj, de sajnálom. Hány éves is szegény? 32. Legfőbb ideje, hogy megtanuljon segíteni magán, ha bajba kerül. A vinvrájtok -ok a bajban mindig segítenek egymáson. Szó sincs róla. Csak te segítesz rajtuk. Nem igaz, ez kölcsönös. Mindig számíthatunk egymásra. Tudod, mi a te bajod? Nem. Micsoda? Az, hogy rögtön elolvadsz, ha a családról van szó. A többiek meg palira vesznek. Néz szembe a tényekkel, Desdemona! A család nem szent és sérthetetlen. Minden szélhámos, minden tolvaj. Minden sikasztó valakinek a rokon a kölyke testvére családtagja. A lányra hirtelen rátönt a szorongás. Fürkésző pillantással idegesen meredt Stark arcára, miközben megpróbálta bebeszélni magának, hogy a férfi semmiképpen sem szerezhetett tudomást arról a tíz évvel korábbi sajnálatos esetről, amikor Tony teljesen alaptalanul azzal vádolták, hogy elsikasztotta egy kis színház pénzét. Na hát, milyen bölcs észrevétel? vágott vissza Starknak. Csak az a baj, hogy se füle, se farka. Tudod, mi a te bajod? Megmondom. Olyan sokáig foglalkoztál az elektronikus rejtjelezés módszereivel, meg a számítógépes adatvédelemmel, hogy paranoiás lettél tőle. Én nem vagyok paranoiás. Csak logikusan, érzelemmentesen, elfogulatlanul, tárgyilagosan elemzem a helyzetet, amire te szemmel láthatólag képtelen vagy. A lány szúró szemmel komolyan nézett szákra. – Ugye te nem kedveled a bátyámat? – Ő nem a bátyád, hanem csak a mostoha bátyád. – Egyébként igazad van, valóban nem rajongok érte. – Hiszen nem is ismered. Kiáltott fel a dühösen. – Csillapodj, teljesen elragadnak az indulataid. – Na és? Elvégre Wainwright vagyok, ilyennek születtem. Azon kívül ez nálunk szakmai általom. De te nem vagy született, Wainwright? Emlékeztette Stark mogorván. Nem azt számít, hogyan kerültem be a családba, csak az a fontos, hogy én is igazi családtag vagyok. Akkor jobban teszed, ha sürgősen keresel magadnak valakit, aki eltart, mielőtt inget gatyád ráment a rajtad élősködő rokonaidra. Ha mindegyiknek te akarsz munkát adni, úgyis ez lesz a nóta vége. Tényleg? Csattan fel Desdemona. Már nem érdekelte meg, ha jel valaki, hogy veszekszenek. Tudod mit? Ha nem tetszik, ahogyan a cégemet vezetem, akkor jobb lesz, ha te meg sürgősen keresel magadnak egy másik rendezvényszervezőt, aki hajlandó szerződést kötni veled. Stark smaragzolt szemében jeges fények villogtak. Ne kiabálj! Semmi szükség rá, hogy jelenetet rendez itt nekem, sziszegte, majd karul ragadta a lányt és levonszolta a táncparketről. Jó hírem van a számodra, közölte Desdemona édeskés mosolyjal. Addig piszkáltál, amíg sikerült elérned, hogy már egyáltalán nem érdekel ki, mit szól hozzá, ha jelenetet rendezek. Akkor most rögtön hazaviszlek. Dehogy viszel. Vágta rád ez nem volna, még mindig olyan ragyogó mosolyjal, hogy az a csillárok fényét is elhomályosította. Hát nem emlékszel, hogy mi üzleti ügyben jöttünk ide, és nem randevúra? Még egyetlen új ügyfelet sem szereztünk, se a Stark infostrázsának, se az elit rendezvény szervezőnek. – Nocsak, üzletet akarsz kötni? – kérdezte Stark. – Most az egyik zsúrasztal mellett vett gyökeret. – Akkor azt tanácsolom, próbálj meg úgy viselkedni, mint egy igazi üzletasszony. – Tanácsokat osztogatni, azt tudsz. Ezt az egészet egyébként is te kezdted. Ebben az esetben közlöm, hogy a témát lezártam – jelentette kis és egy fűszeres kecskes hajtal megkent kis kapott fel az asztalról. – Igazán? – ha szabad érdeklődnöm, milyen jogon zárod le? Desdemona kénytelen volt elhallgatni, Mesták gyöngéden a szájába dugta a kiskerek Amíg megrágta és lenyelte, villámló szemmel merett a férfira. Olyan iszonyú haragra gerjedt, hogy eltelt néhány másodperc, mire rájött, hogy Stark már nem ránéz, hanem valaki másra bámul az ő háta mögött. – Hello, Pamela! – mondta Stark nagyon higgadtan és csendesen. – Nem is tudtam, hogy te is itt leszel ma este. – jó estét, Stark! Üdvözölte halkan a férfit Pamela Bedford. Desdemónának kis híján a turkának adta kecske sajtos pilítós. Na hát, Desdemóna! Kiáltott fel Pamela meglepetten, ahogy a lányra nézett. Sejtelmem se volt róla, hogy a maga cége szervezte ezt a rendezvényt. Nem. Ez most nem az elit rendezvénye. Nyögte ki Desdemona, amikor végre sikerült lenyomnia az utolsó falatot. Nem hivatalos minőségben vagyok jelen, tette hozzá Stark ex fordulva. – De Zemona velem van ma este – közölte Stark. Ó, értem – mosolygott Pamela, de kisé remegett a szája széle, és szemében félreérthetetlen szorongás látszott. Diszkréten elegáns, zafirkék estei ruhát viselt, ami előnyösen emelte ki aranyszőke haját, szabadon hagyta a szép fehér vállát. Hosszú nyakán gyémánt nyakék csillogott, fülében pedig a hozzáilló könycsebb formájú fülbevaló. Olyan hatást keltett, mintha aranyszából, holtsugárból és gyöngyökből mintázta volna egy kiváló szobrász. A még mindig dühöngő deszdemóna testhez simuló fekete ruhájában, mindössze egy fekete básony szalaggal a nyakán úgy érezte magát mellette, akár egy házsártos vagy nyugati boszorkány. Érezte a levegőben vibráló feszültséget. Stark arc kifejezéséből ráadásul képtelen volt megállapítani, mi játszódik le a férfi fejében. Pamela esteklő pillantást vetett Starkra, mintha mentegetőzne. Úgy gondoltam jobb, ha túlesünk az első nyilvános találkozáson, suttogta, hiszen ugyanazokban a körökben forgunk, és nem kerülhetjük egymást az idők végezeteig. Nem igaz? Stark még egy kecske sajtos pirítost emelt fel az asztalról. – Nem akartalak az idők végezeteig kerülni – válaszolta, és beleharapott a kis szendvicsbe. – Ami azt illeti, egyáltalán nem akartalak elkerülni. Eszembe se jutott az ilyesmi. – Ezt örömmel hallom – mondta Pamela, miközben a szemesarkából sarkából Desdemonára sandított. – Tudom, milyen kínos helyzetbe hoztalak az esküvön. – Miféle esküvön? – kérdezte Stark. Pamela elpirult. – Nem hiába féltem annyira ettől a találkozástól. Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Dezdemonahoz fordult. Ugye megbocsát, ha néhány perce magára hagyjuk. Azt hiszem, ezt a beszélgetést négyszög közkéne folytattunk sztárkkal. Dezdemona, meg én éppen távozni készültünk, közöltezták. Ugyan, dehogy? dünnyögte Dezdemona. Nyugodtan beszélgessenek. Én addig kimegyek a mosdóba, és nem behozom magam. Dezdemona, szólt rázták vészjósló hangon. Mindjárt visszajövök. Ígérte a lány, majd jókedvűen intett nekik, megpördült és belevetette magát a tömegbe. Egy pillanat alatt eltűnt Szerk és Pamela szem elől. A legközelebbi ajtó felé igyekezett, hogy kiusson a bálteremtől. A céltól alig három méternyire lehetett, amikor D. megkállom toppant elé. No csak, meg akar lépni a baleseti helyszéről? Kérdezte gunyoros mosolyal a férfi. Én már csak ilyen gyáva nyúl vagyok. Felelte Desdemona fintorogva. Elájulok, ha vértátok. Nem hibáztatom. Dén a zsúfort bálteremre pillantott. Ennek előbb-utóbb meg kellett történnie, úgy se kerülhették volna egymást az idők végezetéig. Miss Bedford is pontosan ezt mondta. de Mona is arrafelé nézett a meredén, de ő nem volt elég magas ahhoz, hogy átlásson a vendégek feje fölött. Az a gyanúm, hogy ez a találkozás pamela ötlete volt, folytatta Dén. Igen, szerintem is helyesen mona. Stark biztosan nem vesződött volna ilyesmivel. Ő úgy látja a dolgokat, mint egy számítógép. Vagy megy valami, vagy nem megy. És ha vége, akkor örökre vége. Különösen akkor, ha egy kapcsolatról van szó. Desdemona tűnődve figyelmesen nézett délre. A fiaskóval végződött esküvől látta először, majd néhány szót váltott vele azon a koktélpartin, amit az elit rendezett Starknak, de nem ismerte jól a férfit, Valójában csak annyit tudott róla, hogy azon kevesek közé tartozik, akiket Stark a barátjának tekint. Dén magasabb volt Starknál. Körülbelül olyan magas lehetett, mint Tony. át a testalkata, a megjelenése is Tonyra, meg a Wainwright klán férfi tagjaira emlékeztette. Karcsú, elegáns férfi, hosszú ujjakkal, arisztokratikus vonásokkal. Hagyományos mércével mérve jóképű volt, mint Stark, ám a lánynak ez egyáltalán nem imponált. Legnagyobb meglepetésére rájött, hogy mostanában teljesen érthetetlen módon inkább az erős, kemény kötésű, középkori lovagokhoz hasonló férfiak tetszenek neki. Mindketőjüknek kínos lehet, hogy ma este így belebotlottak egymásba, mondta Dénnek. Megkállom elmosolyodott. Pamelának biztosan kínos, de azt már kétlem, hogy szárkot is feszélyezi a helyzet, legalábbis nyilván nem érzi magát rosszabbul, mint máskor, ha társaságba kell megjelennie. Én meg vagyok győződve róla, hogy őt is ugyanúgy megviseli. Közölte Móna, miközben megpróbált átkukucskálni a vendégek között, hogy lássa, mi folyik a zsúrasztal mellett. Csak azt remélem, hogy nem fog jelenetet rendezni. Dén halkan kuncogott. Ne izguljon, ma este nem fog jelenetet rendezni. Nyilvános helyen sose robban, nem az a fajta. Ami azt illeti, én még annak se voltam tanulja, hogy szűkebb körben vagy négy szemköz csinál. Soha semmi nem hozza ki túlságosan a sodrából. Nem az ő stílusa. Desdemona a szemöldökét ráncolta. De hát Miss Bedford mégiscsak faképnél hagyta az oltár előtt. Higgye el nekem, hogy Stark attól a pillanattól kezdve egyszerűen leírta Pamelát. Tévedésnek tekintette. Ez a lány mindössze annyit jelentett neki, mint egy apró hiba a számítógép képernyőjén. Mint egy átmeneti elakadás. Semmi több. Maga úgy beszél Starkról, mint egy számítógépről. Sokan annak tartják. Felelte én egyszerűen. Ez ostobaság. Starknak ugyanolyan érzései vannak, mint bárki másnak. Csak ügyesen titkolja, ennyi az egész. Én jóval régebben ismerem, mint maga, Desdemona. Stark közönye és szemtelensége nagyon is valódi. És elárulok magának egy titkot. Néha már szinte irigylem érte. Ez nevetséges és most bocsásson meg, de mennem kell. A lány sarkon fordult, és a nyitott ajtó felé sietett. Fellélegzett, amikor végre kilépett az ajó zsúfolt bálteremből. A szőnyeg borított folyosón a mostok felé igyekezett, közben azon tűnődött, mennyi időt adjon stáknak és Pamelának, mielőtt visszamegy az elit legnagyobb becsben tartott ügyfeléért. Aztán azon töprengett, vajon mihez fog kezdeni, ha Szták nem lesz elragadtatva, amiért visszamegy érte. Az is megfordult a fejében, hogy Pamela volt, talán megbánta az esküvön történteket, s most fel akarja melegíteni a kapcsolatát Starkkal. Desdemona kinyitotta a női mostó ajtaját és belépett. Egyetlen gyors pillantással megállapította, hogy egyedül van. Megkönnyebbült sóhajjal ült le az egyik tükör elé, a bársonyjal kápítozott székre. Sokáig bámulta a saját tükörképét. Tágra nyílt szemében kissé kajánul mosolygott a Wimbright intuíció kisördöge beleszerettem, hogy a fenelje meg. Suttogása alig hallatszott az üres mosdóban. A hangerőt nem találta megfelelően a kijelentés súlyához képest. Indulatosan talpra ugrott, tenyére nagyot csattant a parapeten. Egészen közel hajolt a tükörhöz. Beleszerettem, hogy a fenelje meg. Így már egészen más volt. A hangosan kimondott szavak visszhangozva verődtek vissza a falakról. Ez az, gondolta Desdemona, ez úgy szólt, mintha a harmadik lihát kiáltotta volna, amikor mindenkivel szembeszállt, hogy sorsa a parancsszavának engedelmeskedjen. Ez lehetetlen, közölte a tükörképével. Oké, tetszik nekem, nem tagadom. Vonzó férfi. De az lehetetlen, hogy beleszerettem. Hiszen a tökéletes ellentétem. Talán megkalumnak igaza van, és Stark senkit és semmit nem tud igazán szeretni, kivéve egy másik számítógépet. A családnak is igaza van hiszen Stanknak semmi köze a színházhoz, az Isten szerelmére. A vémrájtok -ok mindig a színházi világból házasodnak. A háta mögött kinyílt az ajtó. Pamela lépett be a mosdóba. A két nő tekintete a tükörben találkozott. – Zavarom? – kérdezte Pamela kedvesen. – Nem, csak magamban beszéltem. Feltedezte volna, és lassan lerogyott a székre. – Gondoltam, hogy itt találom Pamela közelebb ment, de egy pillanatra se vette le a szemét Desdemona tükörképéről. Stark már mindenütt keresi. Desdemona mély lélegzetet vett. Befejezték a beszélgetést? Nem hiszem, hogy ez beszélgetésnek lehetett nevezni, válaszolta Pamela fanyar Vagy ha mégis, akkor meglehetősen egyoldalú volt. Mint ha egy számítógéppel folytatna párbeszédet az ember. Ne mondjon ilyet, suttogta Desdemona. Miért ne? Ez az igazság. Én bocsánatot kértem Starktól, ő azt felelte, nem történt semmi. Elmondtam neki, hogy úgy érzem, sose tanultuk meg egymás nyelvén beszélni. Ő azt felelte, ne is törődjen vele. Elmagyaráztam neki, hogy örülnék, ha a dolgok másképp alakultak volna. Ő azt felelte, most már mindegy. Megpróbáltam megértetni vele, de nem is terhelem tovább. Azt hiszem, érti, miről van szó. Egyik be, a másikon ki. – Mintha a falnak beszélne. – Pontosan. Pamela, zafirkék esti ruhájának szoknyája halkan suhogott, ahogy a lány leült az egyik székre. – De legalább vége. – Túl vagyok rajta. Azóta rettegek ettől a jelenettől, amióta megírtam neki azt a levelet az esküvő napjám. Elő vagy utóbb mindenképpen találkoznunk kellett. – Igen. Ma este szinte azonnal rájöttem, hogy kettőnk közül csak én tartottam ettől a találkozástól. Úgy éreztem, kiugrom a bőrömből az idegességtől. Vallotta be fintorogva, pamela. Aztán láttam, Starkon, hogy jóformán a nevemre sem emlékszik, nemhogy arra, hogy össze akartunk házasodni. Erről szó sincs. Pontosan tudta, hogy maga kicsoda. Egyáltalán nem vagyok biztos benne. Szerintem már elásott valami számítógépes nyilvántartás mélyére, ugyanoda, ahová a többi régi, elavult programot tárolja. Stark különös ember. Furcsán viselkedik. Csak nem mutatja ki az érzéseit. Kezdetben én is azt hittem, de körülbelül egy hónappal az esküvő előtt végül is arra a következtetésre jutottam, hogy azért nem mutatja ki az érzéseit, mert egyszerűen nincsenek érzései. Pamela egy pillanatra tétován elhallgatott. Tudom, hogy nincs jogom ilyesmit kérdezni, de elárulná, hogyan kerültek össze? Az üzlet révén, Pamela a kisé összeráncolta finom homlokát. Nem értem. Egy üzleti ügy hozott össze bennünket. Nyilván emlékszik, hogy maga ott státnak az esküvői vacsora és fogadás számláját. Nekem kellett vele közölnöm az örömhét, hogy a rendezvényszervezőt akkor is ki kell fizetnie, ha az esküvő sajnálatos módon elmaradt. Ó, hát persze. Pamela elpirult. Jaj, de sajnálom. erről teljesen megfeledkeztem. A rendezvény szervezőről mindenki meg szokott feledkezni. Nyilván mással volt elfoglalva. Azért nem kell gorombáskodni. Azokban a napokban teljesen ki voltam borulva. Nagyon megrázott a dolog, ráadásul a szüleimmel is tisztáznom kellett a történteket. Borzasztóan szégyelték magukat miattam, én pedig majd belehaltam a lelkiismeret furdalásba. El se tudja képzelni, mit éltem át. Talán valóban nem, de az élet megy tovább, nem igaz? Dezdemona föláld. Most pedig, ha megbocsát, magára hagyom, és megkeresem sztálkod. Nyilván fogalma sincs, hol lehetek ennyi ideig. Nyilván. Mint említettem, már keresmi. Olyasmit mondott, hogy távozni akar. Tudja, ő nem szeret társaságba járni. Tudom. Azt hiszem, többek között azért döntött úgy, hogy éppen engem vesz feleségül. Pamela összeszorította szépen évelt száját, Főállású titkárnő kellett neki, aki a programjait intézi és ellátja a háziasszonyi teendőket a stárk infostrása rendezvényein. Ez képtelenség? Nem az. Pamela egy papírsepkendő után nyúlt, és diszkréten szipogva belefújta az órád. De nincs jogom panaszkodni, hiszen eleve úgy kerültem kapcsolatba stálkkal, hogy a papa meghívta hozzánk, és megparancsolta, hogy bánja kedvesen vele. Dezdemóna megtorpant. Ezt nem értem. Pamela sírva fakadt. A papa azt mondta, hogy Starknak most már nagyon is jól megy, de néhány év múlva dúsgazdag ember lesz, és a papának az utóbbi időben anyagi gondjai voltak. Tudja, a vezető részvények hozama már nem olyan, mint volt, és, ja Istenem, nem is lenne szabad ilyesmiről beszélnem. Valószínűleg nem. Ez csak a családra tartozik. Szerintem is. Pamela fölnézett, látszott rajta, hogy le van sújtva. Ígérje meg, hogy ez soha senkinek nem árulja el. A mama meg a papa bele is halnának. Elmama se jutna eszembe. Tezdemónának ez ágába se volt elmesélni Sztárknak, hogy kis hiány a pénzért ment hozzá ez a lány. Az is átfutott az agyán, hogy a férfi talán sejthetett valamit, hiszen köröm szakadtáig ragaszkodott a házassági szerződéshez. Persze nem csak pénzről van szó, folytatta halkan Pamela. A papa azt is mondta, hogy a családnak vérfrissítése van szüksége, és legfőbb ideje megújítanunk a génkészletünket. Szóval kapóra jön egy ilyen energikus, tehetséges férfi, mint Stark, mert a Bedfordok több nemzedéken át csak a saját köreikből házasodtak, és az új generáción a gyengeség jelei mutatkoznak. Ha jól értettem, amit mondott, akkor az édesapja nyilván a Darwini eszmék leszkes híve. Igen, azt hiszem, így is lehet mondani. Pamela felsóhajtott. A mama nem értett egyet vele, de azért nem tiltakozott az ötlet ellen. Szerinte ugyanis a családi vagyon kell időről időre felfrissíteni. Ami engem illet, nekem nem számított, miért mutattak be bennünket egymásnak, mert érdekes embernek találtam Starkot. Érdekes embernek? Már úgy értem, érdekes férfinak, magyarázta Pamela. Aha, érdekes férfinak, Bizonyára érti, mire gondolok. Pamela a szemét dobta az összegyűjt papír zsebkendőt. Sztáknak fogalma sincs, hogyan kell társaságban viselkedni, és azt se tudja, mi fánterem a tapintat meg a diszkréció. Ennek ellenére valahogy mégis vonzó férfi. Azt hiszem, most már kezdem érteni. Maga vonzó férfinak találta Starkot, és azt hitte, ez elég lesz ahhoz, hogy akár hozzá is menjen feleségül. Igen, de tévedtem. A szexuális vonzalom hamar elmúlt, ha tudni akarja, engem Stark kifejezetten idegesített. Idegesítette? Mert olyan... olyan... Pamela a megfelelő szavakat kereste. Szóval olyan heves, olyan intenzív volt. Nyögte ki végül, és elpirult. Nem akarom mutatni a részletekkel. Éppen erre akartam kérni. Maradjunk annyiban, hogy Stark az én ízlésemnek túlságosan primitív. Pamela kisé megborzongott. Minden esetre végül rájöttem, hogy képtelen vagyok hozzá menni feleségül. Mondja, szerette őt egyáltalán? Szaladt ki Desdemona száján a kérdés, mielőtt végig gondolta volna, mit beszél. Levelebb egy kicsit. Pamela a szemöldökét ráncolta. Ezt már én is számtalan szól kérdeztem önmagamtól, de még most sem vagyok biztos benne. Hogyan lehet definiálni a szerelmet? Szerintem sehogy, ez olyasmi, amit csak akkor ismer fel az ember, ha már fölég benne van. De most már tényleg mennem kell. Desdemona kinyitotta az ajtót. Tudja, az az érzésem, hogy kár volt bocsánatot kérnem tőle. Azt hiszem, kifejezetten undatta. Mondta Pamela a saját bánatos tükörképét nézve. Desdemona türelmetlen pillantást vetett erre az elkényeztetett hercegnőre. Kétlem. Szerintem sokkal valószínű, hogy nem tudta, mit kell ilyenkor válaszolni. Pamela szomorkás, sóvárgó az kifejezéssel tűnődött a hallottakon. Azt hiszem, nem is nagyon várhattam mást. Stark mindig is meglehetősen szűkszavú volt, csak akkor mellett meg a nyelve, ha számítógépekről beszélhetett. Hát igen, ez a szakterülete. Pamela meg se hallotta a Desdemona megjegyzését. Engem valószínűleg az borított ki a legjobban, hogy szeretkezés után is alig volt mondani valója. Magát nem hoznánk ki a sodrából, ha azt látná, hogy egy férfi csak úgy ugrik ki az ágyból, elköszön, és már megy is a dolgára? Ezt inkább máskor beszéljük meg, felelte Desdemona, és pánikszerűen távozott a mosdóból. A szálloda és Desdemona lakása közötti csekély távolságot néhány perc alatt tették meg kocsival. Egyikük se szólt egy szót se. Stark nyilván nem érezte úgy, hogy bármiről beszélgetni kéne, a lány pedig nem talált alkalmas témát. Semmi sem jutott eszébe. Bár változatlan dühös volt szájra, amiért azt tony becsmérelte, mégis milyen együttérzett a férfival. Meg volt győződve róla, hogy a Pamelával való találkozás fájdalmat okozott neki. Nincs az az ember, aki egy ilyen jelenetet képes lenne megúszni szenvedés nélkül. Könnyű nyári eső áztatta az utcákat. A párás ködös időben a közlekedési lámpák csak halványan pislákoltak. Stark nyugodtan magabiztosan vezetett, s ez kivételes önfegyelemről árulkodott. Jól érzed magad? kérdezte Desdemona, miközben a férfi könnyedén behajtott a garázsba. Jól hát, vágta rá Stark magorván, mint aki nem is érti a kérdést. Miért? Csak kíváncsi voltam, felelte Móna. Talán úgy nézek ki, mint aki rosszul van? Nem, nem, dehogy. Remekül nézel ki. Nyugtatta meg a lány, majd magában hozzátette. Isten ilyen, főleg ebben a smokingban. Akkor miért kérdezted? Faggatta tovább Stark, miközben beállt egy parkolóhelyre, és kikapcsolta a motort. Csak úgy, hogy beszélgessünk valamiről. Mi a véleménye a két öcsédnek Macbethről? Stark fejcsóválva vette tudomásul, hogy Desdemona ilyen hirtelen témát váltott, de aztán vont. Úgy látom, teljesen levette őket a lábukról. El vannak ragadtatva. Szerintem azt hiszik, egyenesen abból a virtuális valóságból lépett ki, amiről a videójátékok szólnak. Valóságos hősnek tekintik. Macbeth mindig ilyen hatással van a gyerekekre. Minden korosztályt elbűvöl. Ha itthon van, menhelyi és intézeti gyerekeknek szokott előadásokat rendezni. Ők is sajonganak érte. Rávette Kájt és jason hogy diszletmunkásként dolgozzanak a Vendor színészek nevű társulatnál. Ez az a társulat, amelynek a tagjai színpadra állítják a gyerekeknek szóló darabokat, magyarázta Desdemona. Az egész a Magbet ötlete volt. Két évvel játszanak a srácoknak. Az előadások ingyenesek, senki sem fogad Se a színészek, se a műszak, se a világosító, se a jelmeztervező. Értem, mi vrájtok -ok, valamennyien részt veszünk a vándorszínészek előadásaiban. Még az elit is benne van a buliban, mert én szervezem az előadások előtt rendezett gyerek zsúrokat. Stark nem tett semmilyen megjegyzést, csak szótlanul bólintott, majd kinyitotta a sofőrülés ajtaját, megkerült a kocsit, és az utasülés ajtaját is kinyitotta Desdemónának. Meghívtak a szombat délutáni matinéra, közölte. Azt hiszem, a darab címe szörnyek az ágy alatt. Én már az előadás előtt ott leszek. Pizzát sütök a gyerekközönségnek, mondta Desdemona, és kiszállt a kocsiból. Besznén is játszik a darabban. Ő lesz az egyik szörny. Augustus bácsi meg a fővilágosító. Remélem, ezt jobban értem majd, mint a légy a falont. Stark karon fogta a lányt és a lifthez kísérte. Kinyílt az ajtó. Desdemona beszállt, és egyenesen a jelzőtáblára nézett. Nincs időt felugrani egy kávéra? kérdezte Starktól. De van. A férfi az órájára pillantott. Magbet vigyáz a fiúkra. Megmondtam neki, hogy csak egy óra körül érek haza. Egy másodpercig Desdemona arcát fürkészte, aztán szó nélkül átölelte a lány vállát, hogy valamelyest oldja, a klaustrofóbia okozta feszültséget. Amint fölértek, Desdemona fürgén kiugrott a liftből, s elindult a folyosón a lakása felé. Stark most is elvette tőle a lakáskulcsot, és úgy nyitotta ki az ajtót, mintha hosszú évek óta nap mint nap ezt tenni. Valamit kérdezni szeretnék tőled, dűnyögte közben. Kivele. De ez a belépett, villangyújtott, majd lehajolt, hogy lehúzza magas sarku cipőjét. Emlékszel rá, mikor csókoltalak meg először? A koktélparti után, amit a szemináriumra meghívott ügyfeleim részére rendeztél. Desdemona a félpácipővel a kezében fölpillantott. Hát persze, hogy emlékszem. Miért? Stark becsukta az ajtót, megfordult, és tűnődő fürkésző pillantással a lányra nézett. Feszült figyelem sugárzott a tekintetéből. Akkor azt mondtad, időre van szükségünk ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást, mielőtt ágyba bújunk. Desdemona nagyot nyelt. Igen, valóban ezt mondtam, Időre van szükséged, hogy kiheverd a megrázkódtatást, amit Pamela okozott. A magadfajta érzékeny embert nagyon megviseli, ha ilyen durván kikosorazzák. Most talán hagyjuk az érzékenységemet. Inkább az érdekelne, tudnál-e valami közelebbit mondani? Közelebbit? Hebegted ez, de mona reketten. Miről? Stark lehajtott fejjel a kezében lévő kulcsa merett, aztán fölnézett. Zöld szeme feneketlen tóra emlékeztetett. Arról, hogy mennyi ideig kell várnom. Erre nem könnyű felelni. Nem. Az ilyesmit nem lehet napokban, hetekben, hónapokban mérni, felelte a lány, és a másik cipőjéből is kibújt. Az a helyzet, hogy nincs meghatározott várakozási idő. Akkor csak annyit mondj, honnan fogom tudni, hogy eljött a megfelelő pillanat, amikor hajlandó vagy lefeküdni velem, suttogta Stark. Desdemona neki dölt a téglafalnak, és lehúny szemmel még lélegzetet vett. Azt hiszem, óvatos léptekkel kell haladnunk. Biztos vagyok benne, hogy mindketten tudni fogjuk, mikor jön el a megfelelő pillanat. Én nem fogom tudni, jelentette kiszták. Tessék? Nem fogom tudni, mert fogalmam sincs, hogyan kell kipuhatolni az ilyesmit egy kapcsolatban, különösen olyan helyzetben, amikor te szabod meg a játékszabályokat. De ezt kinyitotta a szemét, és haragos pillantást vetett a férfira. Ezt most úgy mondod, mintha én találnám kimenet közben a játékszabályokat. Miért? Talán nem így van? Nem hát, az Isten szerelmére szták, hiszen alig egy órája találkoztál az ex-menyasszonyoddal. És mi köze ennek köz? Biztos vagyok benne, hogy az élmény felbújgatta az érzéseidet. Dezda kiegyenesedett, és nagy léptekkel a szoba túlsó végében lévő ablak sor felé indult. Meg vagyok győződve róla, hogy nehéz perceket éltél át. Ezért kérdezted meg odalent a garázban, hogy jól érzem-e magam? Azt hitted, hogy megviselt a melával való találkozás? Miért? Talán nem viselt meg? Nem. Sztár követte a lányt, közvetlenül a háta mögött állt, és a vállára tette a kezét. Fütyülök Pamelára. Egyáltalán nem érdekel. Azt szeretném tudni, hogy körülbelül meddig kell várnom rád. Légy szíves, válaszolj. Szerintem ez részemről teljesen észszerű, indokolt kérés. Úgy gondolod? Stark megsimogatta Desdemona tarkóját. Addig várok rád, ameddig csak kell. A lány megremegett. Igazán? Igen, türelmes ember vagyok. Stark megcsokolta a lány vállát. De most a lelkemet is hajlandó lennék eladni, ha megtudhatnám, hogy mennyi ideig kell elviselnem ezt a bizonytalanságot. Jaj, de rémes pasas vagy. Desdemona hirtelen megfordult, átölelte a férfi derekát, és forró, kipirult arcát Stark széles vállára hajtotta. – Hat hétig? – Három hónapig? – Jövő nyárig? – suttogta bele Stark a lányhajába. – Kérlek szépen, adj valamilyen határidőt! – Bármilyet, hogy tudja, mihez tartsam magam! Desdemona folytott hangon felnevetett. – Jövő nyárig is hajlandó lennél várni? – azt egyetlen szóval sem mondtam, hogy nem próbálnám megmódosítani a határidőt. Tért ki az egyenes válasz elől a férfi. De ha nincs más választásom, akkor akár jövő nyárig is hajlandó vagyok várni. Desdemona mély lélegzetet vett, és lélekben felkészült rá, hogy színpadra lépjen. Ez igazán kedves tőled, mondta. És mit szólnál hozzá, ha nem kéne tovább várnod? A mai szaka megfelel?